1 gigabit per szekundumos adatforgalmat generál. Amit tartalékolunk egy 70 GHz-es mikrohullámú berendezéssel. Egy bázisállomáshoz több kliens is csatlakozhat. Teljes kormányzati apparátus a hálózaton üzemel. Rólag optikán érünk el minden végpontot, és minden végponton biztosítjuk a gigabites csatlakozási lehetőséget. Sziasztok! Egészen rendhagyó helyről jelentkezem most, a Hajdúböszörményi állomás egyik átjátszó pontjáról, ahol egy rálátás nélküli kapcsolatot fogunk most megvizsgálni, ami ezt az állomást Debrecen állomással köt össze. Ugye így gyakorlatilag 3-4 olyan állomás van, ahol szolgálat van, ugye Hajdúdolog, Hajdúdánás és Hajdúböszörmény. Gyakorlatilag Hajdúböszörményig van vezetékes kábeles összeköttetésünk, amin ki tudunk szolgálni DSL modem párokkal 512 kilobit per szekundumot, de a vasútvonal északabbi részén csak légvezetékes, tehát hagyományos, sodros, nyílt, szabaderű légvezetékes hálózatunk van, amely igazándiból a vívős rendszerrel nagy sávszélességű adatkapcsolat kiszolgálására nem képes. Ezek helyett a megoldások helyett gondolkodtunk egy olyan korszerű vezeték nélküli alkalmazásba, amivel az állomások telefonigényeit, illetve az állomások adathálózati igényeit ki tudjuk szolgálni. Nem lehetett külső objektumokat igénybe venni átjátszási pontként, tehát csak a MÁV által biztosított világítási tornyokat és épületeket lehetett igénybe venni telepítési célra. A másik pedig az, hogy voltak olyan összeköttetések, melyek között nem volt fizikai rálátás. Az eredeti kiépített link Debrecen és Hajdúböszörmény között a kezdeti időszakban tökéletesen működött. 12 megabit per szekundumos sávszélességet mértek a kollégáim. Viszont az idő előrehaladásával ez a sávszélesség fokozatosan csökkent, 4-6 megabit per szekundum közé esett le. Így ezt már nem tudtuk alkalmazni. Elkezdtük a hibát keresni, történt eszközcsere is, megemeltük az antenna magasságot, sőt, nagyobb antennát is telepítettünk, de ugyanez a jelenség ez továbbra is fenn volt. Egyetlen megoldás volt, amit még nem próbáltunk ki, ez pedig a meglévő berendezések helyett egy más berendezés családnak az alkalmazása. A NADO rendszerház és a Magyar Államvasutak megkereste a Sinus Networks Kft-t azzal a kérdéssel, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk itt az Infinite Wireless berendezéseket. A közös munkánk során már a múltból tudtuk, hogy az Infinite is olyan eszközöket biztosít, amely alkalmas arra, hogy rálátás nélküli kapcsolatokat hozzunk létre, és a MÁV-val közösen egyeztetve döntöttünk úgy, hogy ugyanazon a reláción, ugyanazok az antennabeállításokkal és antennákkal elvégezzünk egy olyan tesztet, hogy mit tudna az Infinite. Alapvetően az volt meglepő, hogy már az első bekapcsolás követően is egy magasabb átviteli sebesség jelent meg. Az első próbálkozásnál 40 megabit per szekundumos stabil linket sikerült felépíteni ezzel a rendszerrel. Ezt követően a szakemberek egy finom hangolást végeztek, és egy firmware frissítést követően egészen 70 megabit per szekundumig sikerült feltornászni a sávszélességet. A kísérletek végeztével az a döntés született a MÁV-nál, hogy a régi berendezés helyett ezt a megbízható berendezés családot kell alkalmaznunk. Megszakadásmentes, stabil kapcsolat jött létre, a jegykiadó rendszerben a jegyek kiadása nagyobb sávszélesség miatt lényegesen gyorsabb lett, csökkentek a sorbanállások, az IP telefonok hangminősége lényegesen jobb, mint az analóg telefonoké volt, és mindezt recsegésmentesen, megszakadásmentesen tudja végezni. Ez egy olyan referenciapont volt, hogy bár a hálózat többi része egyéb eszközökkel jól működött, akár 15 kilométeres távolságon is, de ezen a 17 kilométeren a rálátás nélküli viszonylatban úgy látszik, hogy az Infinite volt az, ami a megoldást tudta biztosítani az ügyfél számára. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez a rendszer annyit nem tud, mint egy stabil optikai hálózat.
viszont egy optikai hálózat kiépítési költségeinél lényegesen kedvezőbbek ennek a telepítési költségei. Amennyiben több információt szeretnétek megtudni az Infinite Wireless-ről, látogassatok el a www.sinusnet.hu oldalunkra, nézzétek meg az ott található esettanulmányokat, vagy vegyétek fel velem a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!